Kántémusz kórus műsora nyitotta meg az idei vármegyei szakmai tanévnyitó konferenciát a Nyíregyházi Kodály Zoltán általános iskolában. Az eseményt 10. alkalommal szervezte meg az Oktatási Hivatal, a Belügyminisztérium és a Klebelsberg központ részvételével. Az ország összes vármegyéjében tartanak ilyen szakmai konferenciát. A rendezvény célja, hogy összegezzék az adott tanévhez kapcsolódó feladatokat és jogszabályi változásokat a szakképzésben és a köznevelésben dolgozók számára. A pedagógusokat, intézményvezetőket Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere is köszöntötte, aki elmondta, az önkormányzat gazdaságfejlesztési törekvései a vármegye oktatási feladataira is hatással vannak. Ez a legnagyobb kihívás szerintem, és ez már itt kopog az ajtónkon, hogy ez a sok munkahely, 5-6 ezer munkahely várható, és azért is jó, hogyha nem csak nyíregyházi iskolavezetők hallják ezt, mert ennek a 5-6 ezer munkahelynek a felét a megyéből fogják betölteni, mert hogy a nyíregyházi jelenleg működő nagy foglalkoztatók dolgozói körének is kb. A fele csak nyíregyházi. A tanévnyitó konferencián részt vett Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár, aki előadásában a legfontosabb tanévet érintő változásokról beszélt. Jelentős változás ebben a tanévben, ugye előző évben tavaly fogadta a kormányzat az új pedagógus életpályáról szóló törvényt, ami rögzítette azt, hogy a 25 nyarán, tehát ennek a most kezdődő tanévnek a végén, 24-25-ös tanév végén indul el először élesben az a teljesítményértékelés, aminek az első lépcsőjében ugye most vagyunk, hiszen a tanév kezdetén rögzíteni kell minden pedagógusnak 3 egyéni teljesítménycélt, illetve a fenntartók pedig az intézmények vezetői, az igazgatói számára rögzítenek 4 teljesítménycélt, tehát mostantól, 2025-től évente minden vezető, illetve minden pedagógus is egy éves teljesítményértékelésnek lesz majd a része. Ez változtatja a bérüket, illetve teljesen világosra és transzparenssé teszi azt, hogy a vezetők azok mit várnak, milyen területen remélik az adott kollégának, vagy az adott vezetőnek a teljesítmény javulását. Ettől azt várjuk, hogy a rendszer egészének a teljesítménye javuljon. Ebben a tanévben béremelésre is számíthatnak a pedagógusok, amely országosan mintegy 160 ezer a szakképzésben és a köznevelésben dolgozó szakembert érint. A bérfejlesztés egy részén túl vagyunk, hiszen idén január 1-től egy 32%-os béremelés valósult meg a magyar köznevelésben, így a célt, amit a kormányzat, az Európai Bizottsága közösen vállalt, hogy idén elérjék a diplomás átlagbérek 71,8%-át a pedagógus átlagbérek, ezt megvalósítottuk. A jövő évi vállalásunk az, hogy ezt 80%-os mértékre emeljük. Ez azt jelenti, hogy 820 ezer forintos pedagógus átlagbért kell elérjünk a tervek szerint január 1-ével. Ehhez egy mintegy 21%-os újabb béremelés szükséges, ami január 1-től valósul majd meg. Fontos változás az is, hogy 2025-től egységes, online platformon működő továbbképzési rendszert vezetnek be. Idén először a járművezetői engedélyhez szükséges alapismeretek oktatásának szervezése, számonkérése is a köznevelési feladatok között szerepel. De ezt a tanévet érinti a tiltott tárgyak köréről szóló rendelet is. A jogszabály pontosan meghatározza azt, hogy milyen eszközöket tilos bevinni az iskolába, valamint korlátozza intézményen belül az okos eszközök használatát is.